A Mikulás a csornai óvodákat is felkereste. Először a Bóbit óvodába adott ajándékot a gyerekeknek.
gyerekek egy-egy énekkel lepték meg az ősszakálló télapót. Meg lesz némi valószínű, jó és volna. Vissza ki az ablakát, mit lesz a póka. Egyedül maradtam, messze jár a gazdám. Elvitte a putúnyát, nincsen piós almám. De végát csak a négy, kettő voltam három. Egy kíváncsi gyerekek, mindenki próbálom. Sok ajándék belefér, hajnalikájban hazaindul, kíséri száz őzike, erdő szánja meg kifordul, sok rá Minden gyermek várva vár, vidám ének hang.
Na, azt mondják. Az óvodásokat nagy meglepetés várta, hiszen cipőjükbe csomagot rejtett el Mikulás. A Mikulás Katic óvodába is ellátogatott. A gyerekek énekekkel várták a nagyszakállú tulajdonos. Thank you.
Az óvodások verseket mondtak a Mikulásnak. Hulla felhe, fehér hó, jöjj át, kedvetél a kó. Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja szár. Vagyják orba minden jó, piró, szalma, mogyoró. Jöjj el hozzánk, várunk rá, kedvetőleg tél a kó. Miki, Miki, Mikulás nem szereti a gulyás, mert a gulyás paprikás, meg csípi a bajuszát. Ilyen, de... De... A finom, egészséges valamit értett belőle a Mikulás apó, én is, hogy ajándékkal a zsákját, hát megérkezett ajándékkal a zsákja, megérkezett Mikulás apónak. Köszönjük, ügyesek voltak. Ügyesek voltak.
Természetesen a katicóvodába járó gyerekeket is megajándékozta a télapó.